Először lett első mindkét nem győztese, azaz új nevek a vízilabdázók évjátékos a listáján, a nőknél az UVS-e kapus a Gangl Edina, a férfiaknál a Szolnokról a Fradiba igazolt Vámos Márton lett 2017 magyar legjobbja. Tavaly trófeagyűjtők és a válogatott oszlopai voltak mindketten, ők következnek. Sziasztok, jó reggelt kívánok és gratulálunk először is. Lesz több közös kérdés is rögtön az első. Ezután az évetek után számítottatok erre az elismerésre, Edina? Sosem gondolkozom díjakban. Az eredmény számomra sokkal fontosabb, hogy a csapattal együtt tudjunk örülni. Az, hogy megkaptam ezt a díjat, viszonylag váratlanul ért, nem is motoszkált a fejemben, hogy ki lehet, vagy ki lesz az, aki idén megkaphatja ezt a díjat. Úgyhogy viszonylag váratlanul ért, úgy érzem. Marci, esetben a viszonylag váratlan kifejezés az megfelelő? Hát abban a szempontból, hogy én sem gondolkodtam rajta, hogy most ugye érkezik ez a díj, a kiosztása. De hogyha engem megkérdeztek volna, én azért nem magamat, tehát nem magamra tettem volna a voksot, hanem Viktorra, Nagy Viktorra. De hát nem én döntöttem. Úgy is lett volna ilyen kérdésem, hogyha ti ítélitek oda a díjat, vagyis magatoknak nem adhattátok volna oda, akkor nektek milyen jelöltetek volna, megválaszoltad, Edina? Én Keszthelyi Ritának. Azt gondolom, hogy olyan stabilitást ad a válogatottnak, tehát egy olyan személyisége van, ami jó, hogyha ott van mellettünk vagy mögöttünk, részemről ugye előttem, és nagyon örülök, és nagyon szeretek vele játszani, és nagyon tisztelem is őt. Kapus a mezőnyjátékosnak, mezőnyjátékos a kapusnak, körbeértünk. Mindketten elsőztetek ugye az év pólósaként. Akkor tehát mondhatjuk, hogy eddigi legjobb évetek volt karrieretekben, vagy azért ez egy kicsivel bonyolultabb? Kezdjem? Kezdjem. Hát én 25 éves vagyok, tehát azért még remélem, hogy van egy 10 év előttem klub szinten. Nem olyan hosszú a pályafutásom azért még, 7 éve vagyok ugye a felnőtt csapatnál, meg amúgy a OB1-ben, úgyhogy az elmondhatom, szerintem eddig legjobb évem volt. Bár azért hozzátenném, hogy 2013-ban nyertük meg a VB-t, úgyhogy tehettem volna arra is, de azért ez nekem jobb évem volt, én úgy gondolom. Edina esetedben? Felemás érzéseim vannak az évvel kapcsolatban. Még nem sikerült az Euroliga 4-es döntőbe kerülnünk, ami mindenképpen csalódás, viszont ugye sikerült megnyernünk a LAN kupát, ami egy kis vigasz, de mégiscsak ott motoszkál bennem, hogy azért ennek a csapatnak nem biztos, hogy itt lett volna a helye. Úgyhogy most érzem is a bőrömön, hogy kicsit hosszabbra nyúlt a selejtező, nem nagyon örülök neki. Ugye plusz meccseket kell játszani így ebben az évben, nem nagyon örülünk neki, de hát ez van. Ennek ellenére jó szívvel tekintek vissza, hiszen valamilyen szinten sportértelmet írtunk azzal, hogy a klubbal elértük ezt az eredményt. A válogatottal pedig az, hogy nem sikerült a négybe jutni, az mindenképpen csalódás, de a szurkolók annyit adtak, hogy inkább gondolok vissza erre, és tekintek így erre a világbajnokságra. Ha egy meccset kell megnevezni az 2017-es szezonból, illetve évből, ami számotokra személyesen igazán a legjobb meccs volt, amikor a legjobban ment a játék, vagy legjobbnak éreztétek, persze nem független a csapattól nyilván, de néha akár lehet az is. Szóval van-e, tudtok-e ilyen meccset mondani? Marci? Tudok, persze. Ugye tavaly mindent megnyertünk a Szolnokkal, és hát abból, ami kiemelkedik, én úgy gondolom, hogy az a Bajnokok Ligája, és ott is a döntő, ahol nagyon magabiztosan 10-5-re tudtuk megverni a Dubrovnikot. Viszont, hogyha kell még egyet mondani, bár tudom, hogy nem mondtad, hogy kell, az a VB elődöntő is szerintem olyan euforikus volt számomra, hogy bejutottuk a döntőbe, hogy talán még azt tudnám második helyre oda tenni. Esetedben? Klub szinten mindenképpen a LAN kupa döntő. Ott úgy érzem, hogy minden jó volt, a támadás és a védekezés is. Válogatott szinten pedig, hát sajnos a görögök elleni mérkőzés, ami már ugye arról döntött, hogy melyik az ötödik helyért játszhatunk-e, vagy
vagy hátrébb, és ott ugye csereként álltam be, és úgy érzem, hogy ott sikerült átlendíteni a csapatot a, hát a nem túl jó helyzetből. Ugye egy kicsit még hoztuk magunkkal azt az eredményt, ami illetve bennünk volt az a negatív érzés, hogy nem jutottunk a négybe, és ott nem sikerült még kilábalni az első két negyedbe ebből is. Úgy érzem, hogy csereként sikerült egy jó stabilitást adnom a lányoknak. Marci, ki a kedvenc magyar balkezes kollégád? Riválisod, csapattársad, ellenfeled? Aktív játékos? Akkor erre is adják két választ. Hát aktív játékosnak ugye még mindig játszó csapattársa Madaras Norbert. És hát aki már nem aktív, de hát nyilván példaképpen volt gyerekként, az a kis Gergő. Edina, van olyan kapus a világon, akit jobbnak tartasz magadnál? Természetesen. Az amerikai kapusok szerintem nagyon erősek. Nehéz kérdés ez, mert nagyon-nagyon máshogy véd szinte minden válogatott kapusa. Ugye van egy nagyon jó spanyol kapus, aki nagyon pici, de nagyon fürge, őt is nagyon jó kapusnak tartom. Az olaszok kapusát is, aki nagyon stabil és mindig tudja, hogy hol kell állni. Úgyhogy vannak nagyon jó kapusok. Ha már mondtad, hogy mennyiféle stílus meg habitus van a kapusoknál, akkor hogyha rólad beszélünk, és valamilyen jelzőt, jellemzőt kéne mondani magadról, a te stílusodról, akkor mi az, amit leginkább magadra tudnál aggatni, és magadra tudnál fogni? Én igyekszem mindig vagány lenni, és kihozni az ellenfelemet a sodrából. Nem szeretek csöndben játszani, igyekszem mentálisan felpiszkálni az ellenfelemet, és elbizonytalanítani, hogy talán ebben érzem magam erősnek. Marci, a kérdés ugyanez, a stílusod jellemzői szerinted? A legjobb jelzők rád? Én úgy gondolom, hogy kifelé, a külvilág felé én nem szoktam mutatni azt, hogy mi történik bennem, akár meccs előtt, hogy mennyire izgulok, vagy hogy mit gondolok erről a meccsről. Flegma és idegvérű, mondjuk így? Hát mondhatjuk, de azért a flegmát azért nem úgy használnám, a jó értelmében használnám. Egyébként pedig én úgy gondolom, hogy kétes szituációkban felvállalom azt, hogy akár el kell lőni egy ember előnyt, vagy el kell lőni egy szabad dobást. Azt nem tudom, milyen jelzővel mondani, de a másik pedig ami nagyon jellemez engem, az 5 méteres szabad dobások, úgy gondolom. Azt hiszem, az előzőre még mondhatjuk a vagányságot, és akkor itt is találhatunk egy kulcsszót. Nem értek egyet, mert a vagányság szerintem az aki fiatalon mondjuk még nincs benne a válogatottba, és vagányul ellövi akár egy kétes szituációba, de ez már én úgy gondolom, hogy tudatosabb dolog a részemről. Tehát ez már egy beérettséget kell, igen, hogy jelezzen. Mi kell ahhoz szerintetek, hogy e címet illetően 2018 végén újrázzatok? Amint erre nem egy példa, hogyha végignézzük a listát korábbról. Edina. Hát az szerintem az eredmény a legmeghatározóbb. Válogatott és UVS-e. Így van, tehát a jó lenne EB címet védeni, illetve nyerni újból, és az UVS-ével pedig négybe jutni, és azt gondolom, hogy akkor kaphat meg újból ezt a címet, természetesen nem erre megyek és nem erre hajtok, hogyha végig stabil tudok maradni és minden tétmérkőzésen olyat nyújtok, amivel nyerni tudunk. Esetetben ez az évjátékosa 2017 olyan szempontból is érdekes volt, hogy mindent megnyertél a Szolnokkal és aztán váltottál. A kérdés ugyanaz, mi kell az, hogy 2018-ban is Vámos Márton legyen az év vízilabdázója? Hát nehezebb dolgom van szerintem, mert ugye nem indultunk a BL-be, és ezáltal nem nyerhetem meg újból. Viszont én úgy gondolom, hogy a tétmérkőzésekre van kihezve a hangsúly, tehát hogyha egy EB döntőt vagy egy EB elődöntőt tud esetleg játszani válogatott, és ott jól játszik a játékos, azért szerintem nagyon befolyásoló tényező.
Ha azt mondom, hogy leghatékonyabb kapus, akkor hány százalékos védési mutató lehet a csúcs bőven elrugaszkodva az 50% fölé, Edina? Minden mérkőzés előtt kitűzök magam elé egy célt, hogy most csak 4 gólt kaphatok, és ehhez próbálom tartani magam, és igyekszem minél merészebbeket támadni. Én úgy gondolom, hogy 50% felett kezdődik egy kapus, és én 65% körül szeretnék megállni az év végén. Természetesen nem leszek szomorú, hogyha ez a 70-hez közelít, vagy fölé. Ha azt mondom, Óbi egy gól király, akkor hány találat lehet az álomhatár, Marci? 100. Legyen 100. Legyen 100. 2018 átmeneti év ugye a válogatott szempontjából se VB, se olimpia, de lesz Európa-bajnokság. Mondjatok egy-két kulcskifejezést, és most nem rólatok van szó, hanem a nemzeti csapatról, a válogatottatokról, amiben idén előbbre kellene lépni a csapat játékát illetően. Edina? Támadás. Jó, gyorsan válaszoltál, nem volt időm gondolkodni. Hát mivel ez egy új csapat, és ugye többen visszamondták az idősebbek közül, ezért az összeérést kellene szerintem egy kicsit meggyorsítani, illetve játék minden elemében szerintem. Hát akkor még egyszer gratulálok, és ne ugyanilyen, hanem még jobb évet nektek. Köszönöm szépen, hogy itt köszönjük szépen.